honest. Does that make sense if you're fearing to be yourself? Első osztályos koromban anyukám mindenképpen akart valamit, hogy művészeti ággal foglalkozzak, már így nagyon gyerekként, és beiratott zongorára. Aztán így belekóstoltam egy kicsit a gitározásba, de hát annyira pici ujjaim vannak, hogy ezt így nem nagyon tudtam tovább folytatni. És akkor így jött az, hogy ugye így kísértem magam mondjuk zongorán, és akkor elkezdtem így énekelgetni. És hogy hát akkor én az énekeléssel szeretnék tovább foglalkozni. Jelentkeztem ugye Kőbányára, és akkor ugye ez a 3 évem ilyen masszív zenéről szólt, és így volt az, hogy jó, akkor én saját zenéket szeretnék írni. Deepebb, popos vonal, amin szeretnék mozogni, ez a mostani zenei világom, amiben benne vagyok. A Deeply számomnak a szövege igazából a Covid alatt vége felé íródott. Depresszív szám, mint a címéből is hallhatjuk. Valami olyasmit próbáltam ezzel közölni, hogy mindenki így elfogadja az éppen jót, és hogy így nem merünk változtatni, vajon mi értelme van ennek így. Vállaljuk fel magunkat, és csináljuk azt, amit szeretnénk. Valami ilyesmi volt bennem, amikor írtam, és így kb. A szöveg is ezt akarja nagy vonalakban. Ugye a szöveget is én írtam, az alapot is, és így kb. Ez volt az első zene, ahol próbálgattam én magam. Mindenképpen szeretnék a közeljövőben egy albumot. Folyamatosan készülnek a saját számok. Most is épp dolgozom egyen. 1-2 hónapon belül nagyon szeretném kiadni. Nem nagyon szeretnék így cover-ökkel esetleg fellépni. Majd, hogyha meg lesz egy egész műsorom, akkor majd úgy szeretnék már így a köztudatba kerülni.